A felvételen is jól látszódik, hogy még nagyon sok munka van hátra addig, míg Kecskemét visszakapja a városházát régi pompájában. Nem könnyű a feladat, hiszen nem csupán egy egyszerű felújításról van szó, hanem műemlék lévén az épületet, ahol csak lehet, eredeti állapotában állítják vissza. Talán érdekes lehet a város polgárai számára, akik úgy tapasztalom, hogy azt várják tőlünk, hogy az eredeti állapotba állítassék vissza ez az épület. Hát a külső tekintetében már megbeszéltük, hogy ez maradéktalanul így történik, de azt kell mondjam, hogy a belső tekintetében is lényegében maradéktalanul ez történik. Itt az egy évszázad alatt, de különösen a II. Világháború utáni időszak, a 60-as, 70-es évekig bezárólag, hát bizony nem túl szép belső beavatkozások történtek. Szobák leválasztása, áthelyezése, papírmasé falak, kevésbé papírmasé falak. Egy szóval a városháza bizonyos részein kaotikus állapotok és méltatlan állapotok voltak. A rekonstrukció során törekszünk arra, és ezt nagy részt eredményesen tettük, hogy az eredeti alaprajzi állapotok álljanak vissza, és ezek az összegányolt belső állapotok eltűnjenek végre ebből az épületből. A külső és a belső munkálatok is teljes körűek. Naponta több mint 100 ember dolgozik a városháza felújításán. Nem csoda, óriási kihívás ez a szakemberek számára. Esztétikai értelemben is, de műszakilag is. A gépészeti és elektromos hálózatok és elektromos rendszerek megújulása elkerülhetetlen volt. Nem csak gazdaságtalan szerkezetek és rendszerek voltak ezek, hanem itt-ott már a biztonsági kérdések is fölmerültek. Ennek megfelelően ezek teljes körű cseréje elkerülhetetlen és része a felújításnak. Természetesen a közforgalmú folyosók, a hivatali szobák egy jelentős része is, ott, ahol már főleg ahol ügyfélforgalom is várható, ezek megújulása szintén elkerülhetetlen, egyszerűen esztétikai okokból. Tehát a folyosók festése, a díszítőfestés, az izgalmasabb főlépcsőházi részek, ezek mind-mind részét képezik a munkának. A városházát a pincétől a padlásig felújítják. Az alaksorban található levéltár is teljesen megújul majd, eredeti állapotában fogják visszafesteni. Öveges László azt mondta, hogy az épületen szerkezeti süllyedés nincs. A pince kis részén ereszkedett meg a padozat, de azt helyre tudják állítani. A pincében gépészeti berendezések sokasága van, illetőleg a pincék egy részét teljes körűen fel kell újítanunk. Tekintettel arra, hogy ott irattározási feladatok is vannak, illetőleg tudjuk jól, hogy a levéltár bizonyos raktározási feladatai itt történnek. Na most ez nem folytatódhat így tovább, tehát ezeket a részeket teljes szárassági követelménynek megfelelően kell majd felújítani, de az egész pince megújul, csak nem mindenütt azonosak lesznek a szárassági követelmények. Ott, ahol irattárolás és ahol levéltárolás, levéltározás lesz, ott teljes körül lesz a szárasság. Megújul a lépcsőház, a lépcső szerkezete. Ez sem egyszerűen esztétikai kérdés már, bizonyos pontokon sajnos ez a több mint 120 éves szerkezet kiszolgálta az idejét, tehát az oldalsó lépcsők, és főleg a központi lépcsőház szerkezeti javítása is fontos elem ennek a beruházásnak. Megújul egyébként a díszterem is. Ez már régebben folyik, aki érdeklődik, az érdeklődő kecskeméti polgárok figyelemmel kísérhették, hogy a díszítőfestés restaurálása már megtörtént, de még maradt munka, főleg a bútorok, a faburkolatok tekintetében, itt is, és a padló burkolat kicserélésében, restaurálásában még nagyon sok munka, ez majd hamarosan kezdődik. A padlás döntő többsége teljesen jó állapotban van, néhány helyen kell csak javítani. A födémnél is ugyanez a helyzet, az átalakítás után biztosan nem lesz olyan plafon leszakadás, mint ami 2011-ben volt. Most itt lehet látni néhány olyan ablakot, amely biztos, hogy eredeti lesz. Öveges László a felújítás műveleti központjába is beengedett bennünket. Itt gyakorolnak be a szakemberek több műveletet, valamint itt látható az is, hogy milyen sok eredeti kúpcserepet sikerült megmenteni, amelyek az egyik legdrágább elemei a városházának.
A mögöttem látható felületen, próbafelületen rakják föl, próbaként kísérleteznek az eredeti állapot visszaállításával, a cserép felhelyezésével, és ha már ez megtörtént itt lent, ha már rutinnal megy, akkor fönt, 50 méter magasan már nem gond ezt ismét megismételni. Az eredetiséghez hozzá tartozik az eredeti rakásmód is. A több mint 120 év alatt lényegében teljesen eltűnt az úgynevezett cifrázat, amely a külső homlokzaton nagyon látványosan látható, azaz a városháza tetőzetének gerincvonalánál, attól lefelé, egy elég széles sávban a sárga mázas fényes cserepek alkotják az úgynevezett cifrázatot, azt a sávot, amely igazából a díszítettséget adja. Nos, azt is itt kísérletezték ki, olyan arányrendszerű belső tér, ami igazából magába hordoz és mutatja ennek az épületnek a lényegét, azt a csodálatos arányrendszert, amitől ez az épület elég nagyvonalú ahhoz, hogy büszkék legyünk rá, hogy ez igen, de nem túl nagy ahhoz, hogy egy barátságtalan épület legyen, amely inkább eltaszít bennünket. Vonzó és mégis nagyvonalú. Ezt itt most is át lehet élni, azon túlmenően, hogy itt aztán pontosan lehet látni, hogy milyen a felújítatlan rész, és melyek azok a részek, akár részletek, amelyek viszont már megújultak. Nagyon izgalmas kettősség ez, és nagyon örülünk, hogy most ezt, ha egyelőre csak a tévén keresztül is, láthatják a kecskeméti polgárok. A tető megújításban 350 ezer cserép cseréje történik meg mintegy 7000 négyzetméteren. 500 ablakot és nyílászárót cserélnek ki kívül belül. Ezek az eredeti állapotukban, eredeti vasalatokkal kerülnek vissza.